Mondjuk nem tudom, miért akar koppert olvasztani, de mégis tök mindegy, mert nem kap. Emi a vaslapgyártáson egy hangyafasznyit kell lökni. Ja. Meg ez a futószalag olyan gyanúsan nem jó. Jó, oké. U-shape conveyor, onnan, oda. Ennyi. És akkor ez nem szén lesz, hanem iron ore. Probléma megoldva. Ja. Nem tudja elvinni a Destination-t. Hát te hülye vagy, öcsém. Ide ne akarjál már bejönni autóval. Nem? Ja, ja. Itt van elég autó hozzárendelve, hogy folyamatos legyen a szállítás. Így van. Tényleg készített a sós kutatás. Bizony. Evaporation pont, fűtetlen, brányból só, elég nagy. Elég nagy. Hogy egyem az uzádat. Hogy? És te leszel a brányból só üzemmód. Amit egy Pipe 2-vel ennyi. Megépítés, akkor utána a show is kész. Ezért mondtam, hogy néha komplett láncokat kell végigkutatni, hogy le tudjunk tenni egy áramgyártást, és akkor lesz melléktermékben só. Na, megint rossz az áram. Majd mindjárt jó lesz, mert még nem gyártunk, ugye most nem pörög, mert a brine-t nem használjuk el, így nem megy a vízgyártás, mert arra a tartályt elfelejtettem tenni. Azt mondtam neked, hogy kéne rá. De most már megoldódik. És akkor lehet, hogy a sónak is kell majd egy külön tartály, amiben tárolod belőle a sót. Persze, persze, azt ide lerakunk egy raktárat. Sóraktár. Biztos, hogy U-shape-el kell, mert a só az ilyen olyan. És biztos, hogy sót abba tudod rakni? Nem. Biztos, hát, hogy nem. De, mert szerintem olyanba megy, mint a szén. Jó, hát gyakorlat teszel. De ezekkel az gondolom anyagokkal... Én, hát én nem vagyok benne biztos, csak gondoltam arra, hogy lehet, hogy olyan lesz, mint a... De neked van igazad, csak azt mondom, hogy nem tudom, mert honnan tudnám. Ja, ja. Már nem tudja megint elrakni a krumpit. Az nem baj. Nem baj. Mm.
Már megy is a show. Show must go on! Azaz. Show must go on! Na. Most jön majd az üveg nem sokára. Az miért van utána, hogy a glassmaking plusz 6? A kutatásokban miért van a plusz? Azért, mert glassmaking, és utána plusz 6 kutatás van a sorba. Ja, értem, úgy értem, hogy még annyival hátra, oké. Okay. Jaj. Oké, okay, kutatást felpörgettük, amennyire lehetséges. Úgy érzem, ez elég büszke kutatóközpont lett ott. Egyébként Unity-t zabál minden kutató. Tehát ha az embereket jól látjuk el, akkor három kutatóintézet mondjuk nem sokat, többet teszik a szénbányánk. Fenyves, itt vagy még? Mert nem reagáltál arra, hogy mit reagáltunk neked. Lehet, hogy bevásárol. Nekünk húst. Ja? Nem tudom. Étlem. Töltögeti? Töltögeti, csak lassan, jó. Na, ez beindul végre ez a szar. Ja, de a szén hiányzik neki. Oda, amíg az nem kap szenet. Ó, addig oda nem gyártunk üzemanyagot. Akkor talán itt a truck importot az üzemanyagra berakjuk. Hozzátok csak át az üzemanyagot ide. Ha nem érdekel nagyon, hogy honnan hozzátok, csak hozzátok. Ja. Mert amíg az a hajó nem kezd el szenet hordani, addig nem fogunk gyártani se áramot belőle, se semmit. Ja. Rendkívül hálás lennék, ha beindulna a körforgás, de ahhoz ide kéne jönjön valaki, aki hoz ide üzemanyagot. Az a baj, hogy a fa is tele van, és nem fog, addig nem fog tudni elmenni. El tud menni külön csak az olajért. Vagy olaj, a fának is kéne lebasztani. De nem kell kifogjon. El tud menni külön csak szénér, ha arról van szó. Aha. Nem, de üzemanyagra szükség van. És az üzemanyagból ugye itt termelünk, de hát azt nyilván azonnal felhasználja a minden is. Aha. Mondjuk itt a hajó, ennek a hajónak a izéjébe be lehetne állítani, hogy exportálhat. De nem fogjuk. Viszont itt az importot, ezt bekapcsoltuk, tehát egy idő után magára találhat. Ide hozzárendelek ehhez a benzinkúthoz egy teherautót, lehet, hogy az segít. Lehet. Ott már jön, de az nem az. Az a fát viszi el. Aha, a tartálykocsi, és hova viszi? Valahova máshova, ahova fontos. Nézem, hogy hova viszi. Viszi a másik benzint. Beszorsz, elmegy tankolni a szart. Látod ezt? Aha. Elment megtankolni a fostaligát, ehhez is hozzárendelt. Hát akkor még rendelhetni ott a kúthoz hozzá, ami volt, még több autót, ahol az egyet rendeltet hozzá. Most itt is van szabad autód, 30 valamennyi, nem? Már csak 25. Valamennyi. Már csak 25, de ja. Jó, hát nem tudtam, hogy ez így működik, most ott állnak a... De hát ott áll a tartálykocsi, és ide nem hozza az Istenért se a cuccot. Nem tud odagurulni hozzá, mi? Fogadjunk. Aha. Jó, vannak ilyen rámpák, nézzük, csak ramp. Uh.
Hát jó. Ez nem így működött volna. Nem. De ez export, várjál. Off. On. Jöhet a teherautóból ide az üzemanyag. Hát, ha ide bebír valahogy, csalingáznék kis szenet. Azzal van a baja. Nem fog tudni bemenni ott sehol, szerintem. Ez a baj, hogy a csöveket nem lehet a föld alatt vinni. Nem, milyen jó rámpával, lenne, nem? A rámpa alatt lehetett volna vinni, ha előre gondolkodunk, rámpákkal. Aha. Vagy mondjuk, ha üzemanyagot... Várjál. Akkor viszont az van, hogy ez az üzemanyag cső itt jön erről. E meg eljuthatna, csak gyakorlatilag hamarabb lenyeli. Adjunk ennek egy kis boostot. Csak ebbe se jön a szén, csak ebbe legalább ide tudnak gurulni, vagy mi, nem? Nem, ide se nagyon tudnak gurulni, hogy szenet hordjanak vele. Vagy nem nagyon van szenünk? De van, mert 3800. Nem az, nem tud szenet rakni a kocsiba, tehát hogy így némi üzemanyag problémával küzdünk. Rakjunk le egy tartályt, abba tudnak hordani, nem? Aha, igen. Fluid storage 2. Arra rápájpolunk. Pipe 2. És beállítjuk, hogy ez itt fuelgáz. Vagy... innen nem exportálhass, csak import van, gyerekek. Ez a nem ár. Mert a másik finomítóból valamennyire csak át tudnak hordani, vagy a kutakból, vagy valahonnan. Na, majd kiderül, hogyha megépítik. Elvileg onnan el kéne induljon, ahogy megépül. Gyakorlatilag nem tudom. Tartsuk teli. Most prióztam nekik egyet. Azt se tudja, hogy honnan, de valahonnan csak hoznak, várjál. Itt van valami baja. Nem tud oda olajat bevinni, igen, mert ezt offra állítjuk, ne is vigyél be olajat. Egy csepp üzemanyagot légy szíves, ebbe a tartályba hozzatok bele. Mi a priója? Ugye, hogy egy? Ott áll az üzemanyagos autó, na most ez nekem nem logikus. Mozgasd oda őket. Hozzárendelek a tartályhoz egy teherautót. Lehet, hogy csak ennyi. Viszont akkor ide nem kell annyi teherautó. Egy elég, hogy eljárjon tankolgatni mindenhol. Ott van a tartályhoz hozzárendelt teherautó, de nem csinál semmit. Kislányom, én sinincs áram. Hát azért. Valószínűleg azért nem fognak tankolni se semmi. Hát de most miért nem? Ezt hiába rendeltem hozzá te üzemanyagot. Nézem itt, hogy ennek a truck exportja, de itt sincsen üzemanyag extrában nagyon.
Fene se tudja, hogy ez hogy fogom meg. De az a baj, hogy megállt az üzemanyaggyártás ezen az oldalon, ahol az áramot termeljük. És azért nem haladunk tovább, mert a hajónak üzemanyag kéne, de nem hordják még a tartályba se bele. Meg kéne szén. Nem, mert szénnel működnek a gépek itt, amik termelnék az olajból az üzemanyagot, nem? De az a baj, hogy nem tudja, menj már innen cső. Figyelj, nem ide egy tudok. Lakjál egy széntárolót, azt hordasd tele szénnel, és akkor azt közd rá a gépekre a szenet a konvejorra, nem? Akár igen, azt is meg lehet csinálni, jó. Mert most van a szigeten bőven szén. Csak hát a hajó nem hozza, az egy dolog. Jó, azt mondja, hogy storage. Egy kis széntárolót ide belerakunk a storage elé. Amibe U-shape conveyor 2. Ezt most lerakta? Nem igazán látom. Most már igen, és akkor itt beállítjuk, hogy coal. Ne export, import, nézzük. Igen, mert egy kis szénnel beindulna itt az élet. Azt mondom, akkor beindulna a rendszer. És utána ki lehet kapcsolni a tárolót, hogyha beröccent. Na már csak azt az egy csövet kéne, már jön a tárautó, jó van. Alright. Lámgrédeltettem a szakaszt. Hogy gyorsabb legyen, mi? Persze. Mert úgy látom, itt mindenhova is kell a szén. És amíg nem indul be, addig szívunk. Jó, hát akkor ezért nem mondtam, kell hogy lehet, busz. Ez a megoldás lenne az igazából, hogy a szénnel rá lehetne segíteni. Persze, még elindul. De most áramhiány is van, meg már minden hiány is. Nem az igazi. De már elindultak a gépek egy része, látod? Igen. Már mennek. Nézem, hogy töltődik-e a hajó, vagy még lenyelik, mindent lenyel, mindenhol, mindenki. Lenyel még minden, persze. Á, kettő belement azért. Na. Mert ugye elment a hajó, és hozott szenet, utána már nincs baj. Persze. Jó, a fát azt ki tudják ott szedni, az jó. Ja. A szenet azt így behordják, és ilyen kupacokba de érkezik. Olaj van benne, üzemanyagot gyárt. Hogy állunk a 40, már 46, jó. Alakul. Azt nézem, hogy itt az áramtermelő miért nem indult el? Ja, mert még nem indult el a vízpumpa. Kevés az áram. Rajta vagyunk az ügyön. Ja. És csak indulgat be az áramtermelés, és ahogy az áramtermelés be fog indulni, úgy majd az energiának az a kb. 1 megawatt hiánya meg fog oldódni. Na most jó. Ott még rötög, de már alakul. Még a szén, el kell menjen szénér, az ott nincs mese, kell a szén, de indulgat be.
Meg hát a szénbányászatunk se ilyen gyors. Csinálja, csinálja, de nem ilyen gyors. Ja. Igen. Ráállítok még két autót a szénbányászokra. Ja. Folyamatosabban dolgozzanak. Szerintem a populációt egyelőre megállíthatnád, mert azt mondtad 1200-ig akarod, nem, a majdnem 1300, nem? Most van 68 plusz embered is. Meg 1300 a maximum populációnk, mert ugye üvegkészítés, ha elkészítjük az üveget, akkor utána tudunk ház upgrade-et kutatni, és a ház upgrade-del tudunk populációt növelni. Nem az a baj, hogy meg tudjuk-e őket etetni, hanem az a baj, hogy mennyi helyet foglalnak közben el. Na, most már talán a hajót is tölthetné, nem? A másikat azt tölti egyfolytában az állandal közlekedik. Igen, az közelebb van a forráshoz azért. 59 kell neki, és 50 van benne. Na, reméljük, hogy nem fire megy el rögtön. Nem. Hozz szenet és fát. Tehát az és lesz. Na, mindegyből 360-at, aha. Aha, igen. Csak itt a szén kipakolása, mint olyan, az mivel a szén nem jött be a hajón, ezért ott az nagyon megállta magát. És azzal, hogy hordjuk bele most az autóval külön a szenet, azzal már segítjük a rendszer beindulását, mert most már azért nincsen komoly áramhiány. Meg hát ugye megy a mechanikus, a sokat dob a helyzeten, hogy az többet termel, mint az eddigi termelőink. Ja. Csak az egyik, mi ez? Csak ez az egyes dolgozik folyamatosan, ez a kettes még nem annyira, és rohadt lassan tölti föl így a cuccot. Azt tudjuk megtenni viszont, hogy 1, 2, 3 darab ilyen áramgenerátort leverek. Uh-huh. Mert nagyjából nem köl. És akkor elvileg gyorsabban töltheti, meg kevésbé szívja el, még egy ciklust, ha lefut, amihez szín kell neki, ami most jön bele. Ha egy ciklus lefut, akkor utána már megy is. És akkor elkezdi majd tölteni a tartalék tartályt. Még az nem baj, viszont, hogy használják, hogy ott tartalékban ott marad az az egy csiló, amivel hordják néha, nem? A szenet. Inkább azt mondom, hogy ezt le lehet pauzolni bármikor. Tehát mondhatom azt, hogyha megjön a hajóm, majd nem sokára, akkor ezt lepauzolom, de ez lesz a vészhelyzeti beröccentő. Aha. Fölábredehetnéd kettes szintűre, aztán hordják tele azt, akkor teli állapotban lesz leröccentve, akkor tudja magába tolni. Hát a futószalagot pauzolom. A futószalagra nyomom a pauzt majd. Ja, értem, aha. Tehát, hogy nem, és akkor onnantól kezdve meg bármikor röccentjük folyamatosra, tudod? Azt nézem, hogy ebben a szarban kell legyen 59 üzemanyag ahhoz, hogy ez jó legyen. Egy ciklus alatt a felét hozza, a másik felét elhasználjuk áramra. Mert még egy kicsit hagyom élni. Kicsit hagyom élni a rendszert, aztán utána le lehet állítani, mert utána már magának hozza a szenet. Ja. Mechanikus energiatárolásunk, az pont annyit, amennyit forog, tehát nem tárolunk, hanem egába van. Tehát egy ilyen izére, a gőz az
Hát nem nagyon fogy el. Tehát ebből az áramtermelőből még egyet le tudunk majd tenni. Na, megjött a hajó. Jön a szén. Sportpuff. Igen, ez a sportaus puff, csak elég szarul lehet látni, hogy merre forgatta éppen magát. Mondom, okay. Ez majd most megtolja az áramot. Conveyort leállítottam. De azért hordhatnak bele szenet. De ez most nagyon nem tolta meg az áramot még, de már elment a következő adagér, hogy tudjon dolgozni. Egy darab ilyen gőzgenerátor, meg úgy látom, hogy viszonylag tele lesz hamar ezével, nagy nyomású gőzzel. Azért raktam le a másik áramtermelőt, hogy az üzemanyag alaput egyre háttérbe szorítjuk. Ja. Tekintve, hogy jóval többet termel. Na, elindult az is. És ez most itt relatíve folyamatosan tudja majd zabálni a szenet, ahogy elnézem. Most kifogyott a szén, de már megy a hajó. És hát a majdnem 4 megawattot tudunk előállítani, eddig meg volt 3, meg 2. És persze itt a szén is elkezdett belaposodni ezáltal. Jó, hát de ez... már nem kerülnek az autók, legalább keresztül mennek ott. De most azért állt meg, mert nem kap szenet a boiler. Tehát, hogy annak a hajónak egy kicsit még hordania kell ide dolgokat. Nekem erre van egy kiváló ötletem, az a neve, hogy Lose Modul. És akkor raksz le még egyet? Még egyet lerakok szélre. És akkor még több szenet tud elhozni. De leraktározni biztos. Na én leraknám a harmadikat is. Hát, ha kell még valamit hozni most. Nem kell hirtelen minden. Annyi a feladat, menj már innen teherautó. Így beállítom neki ezt, és innen nem exportálhatsz off. Itt csak kivezetés van. Én is tudom, hogy nincs áram, azért kéne a szenet hoznod nagyon. És akkor most megnövekedik ilyenkor a hajónak, akkor már 720 szenet tud hozni? 2x360-at, így van. Jó. Az jó, nem? De. Perfekt. Áram megoldva részemről. Te, megvan kész a glass. Tudom, igen, azt akarom megnézni, hogy hogyan fogunk üveget csinálni. Hogy volt ez glass? Igen. Olvasztott üveggel, tehát nekünk molten glass kell. Molten glass. Anyád, glass. Azt mondja, hogy a glass makerbe van egy ilyen glass maker, ami molten glass csinál. A blast furnace-be üvegmixből lehet. Az üvegmix az nem tudom, hogy készül. Hát homokból itt van a homokból, limestone-ból és sóból készül az üvegmix a mixerben. Na.
és azt vagy homokból, limestraw-ból, sóból és savból készült több, vagy de hát nekünk jó, mert sók törött van. Üveg, várjál, törött üvegből és szénből a Blast Furnace, mert molten glass, az viszont nekünk a törött üveg az ott jön ki. Az újrahasznosító. És van is? Hát, hogyha rákötjük, akkor lesz. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk itt az olvasztásba kell egy Blast Furnace. Mindjárt jövök. Jó. Amivel a törött üveget oda igen. Abból a szénből simán lopunk. Hogy ebből lesz az olvasztott üveg, meg a sportauszpuff. És akkor az olvasztott üvegből a Glass Maker csinál üveget és szleget. És van Glass Maker, ez az üvegkészítő, ami óvasztott üvegből üveget önt ki. Menjál, itt egy olvasztós vezető, molten channel kell neki. Kimenetként meg lesz egyszer üveg. Egyszer üveg, amit lapos futószallagon tudok kivezetni onnan. Illetve lesz neki kimenetként azon az oldalon slag, amit meg egy ilyen tartályos storage-be tud kiütni. Amit jó shape-pel fogunk vezetni. Én is megnéztem a sütőt, aztán rájöttem, hogy az üres helyekre még raktam be egy kis oldalast is azért, tudod? Ja, értem. Hát nehogy ilyen fél tepsi vagy három-öt tepsivel menjen a sütő, akkor menjen telivel. Na és akkor elvileg lesz egy üvegkészítő műhelyünk, ami a szemétből, amit termel a ezé elvileg, aha, tele van az iron scrapünk, ha jól látom. A vasat azt empty-re kéne mindig vágni legalább félig. Vigyétek át máshova a vaslapot, légy szíves. Keressetek neki helyet, hogy tudjon dolgozni a... Ezért... Hatékonyság ennyi, és... Azt akarom látni, hogy nem csak Iron Scrap-et termelünk. Kéne termelnünk Broken Glass-t is. Az meg kéne épülnie még a cuccnak. Talán most épült meg. Az már megépült. Hát egészen konkrétan nekünk most a mikroszkópokból jövő szemét, csak nem tudom eldönteni, hogy mi alapján lesz mennyi szemét. De a vasból lesz több a szemét, azt látom. Üveg nem nagyon érkezett még ki, meg arany se. Csináld meg homokból, sóból, meg szénből az üveggyártást. Sokkal egyszerűbb, most már van sógyárad. Szened ott jön, az pillanat, egy helyben van. Azt mondja... Ez nem a hatékonyságát mutatja, hanem meghatározza, hogy a hulladékot mennyire tudjuk. 40% hatékonyságnál
A 40%-a a karbantartásnak újra hasznosítható lesz, ami nem újra felhasználható, az elpazarlódik, tehát hogy elvileg ez egy hatékonysági dolog, és igen. De nem látom, hogy üveget termelnénk. Ez Azért egy... mondom, hogy ott van a sótermelő, homokot viszel oda egy tartályba, azt ott összepattintod ott a kikötőnél. Hát az... figyelj. Vagy itt is megcsinálhatod. Homok, só, meg szén kell hozzá. Csinálunk még egy vonalat, és akkor elég kell egy... Azt is másolom. Azt összekötöm, állj már meg. Molten Channel-lel kötöm össze. És nem felejtünk Sporthouse puffot tenni rá. Jó, és akkor ide kéne bevinni az üvegmixet. Abból meg szénből, a szenet azt be kell vezetni. Mi Jó, lesz azt a rakszer mindjárt, szén várjál, várjál, tározó? várjál, várjál, mert kell egy mixer. Mixer. Sima mixer. Betonkeverő, izékeverő, ez a fajta mixer kell. 20 másodpercenként csinál sóból, limestone-ból, meg homokból. Jó. Tehát odarakunk egy ilyet, beállítjuk, hogy ebből a receptből dolgozzál. Itt meg beállítjuk, akkor raktárak következnek. Só, limestone, meg homok. Igen. Juss éppel bekötjük. Egy, kettő, három. Nincs exportálás ezekből. Akkor az első lesz a só, a második lesz a limestone, a harmadik meg lesz a sand. Így. És akkor azt egy juss éppel bekötjük innen oda, és onnan U-shape 2-vel, ahol tudok rá kötni. Itt viszintesnek tűnik. U-shape 2-vel, hogy szén. Na, azt mondja, hogy ebbe a keverőbe nem mehet se kis sebe autó, ebbe a furnace-be se kis sebe nem mehet autó, ebbe az üvegkészítőbe nem mehet se kis sebe autó. És onnan viheted a szleget. Igen, jó. Ónál megvan adva, hogy kivéhetik belőle a tartályból? Milyen tartályba? Hát amibe megy a só. Azt A akartam, hát tenger. ott van raktár, de... Abba tudják hordani? Export van, igen. Akkor jó. És meg lehet határozni útvonalat, hogy innen... Most már ilyet is lehet. De fölösleges szerintem. Teljesen felesleges, csak Csak oda azt mondom, hordják hogy elé. persze máshova nem tudják vinni, csak azt mondom, hogy még az is meghatározható. Nézem, hogy mi állt be. Az áram. Azt én értem, de azt, hogy miért nem dolgozik. Missing input, tehát hogy bemeneti hiánya van.
Milyen bemeneti hiánya van? A víz? Lehet. Igen. Az meg áram. Király.